hogyan fogadjunk baseballra? A baseball nem tartozik a népszerű sportágak közé Magyarországon. Elsősorban a sportág honi ismeretlensége miatt, pedig a statisztikáknak köszönhetően egyike a legjobban fogadható labdajátékoknak. De talán láttad és tetszett a Pénzcsináló című film? Akkor bizony nem árt megismerkedni ezzel a sportággal. Baseball fogadási alapok. A problémák ott kezdődnek, hogy az európai kultúrától kissé idegen a sportág. Nincsen benne úgy a hétköznapokban, mint a labdarúgás, tenisz vagy a kosárlabda. Sokan a szabályokkal sincsenek tisztában, ezért nem is mennek téteket tenni. Kezdjük az alapokkal. Egy mérkőzésen két csapat játszik egymás ellen, mindkettőben egyaránt 9-9 fő tartózkodik a pályán. A játékmező két részre osztható, belső és külső mező, ahol négy bázis található. Nem időre játsszák, hanem támadásokra. Egy meccs 9 játék részből áll, ezt inningnek nevezzük. Mindegyik szegmensben felváltva támadhatnak egy-egy alkalommal a csapatok. A védekezők dobással kezdenek, míg a támadó megpróbálja úgy elütni a labdát, hogy az ellenfél ne tudja azt a négy bázis valamelyikére juttatni, mielőtt az elütő játékos odafutna. Ha a támadó játékos hamarabb futja körbe a négy bázist, mint sem a labda visszatérne a kiinduló pontra, akkor a támadó csapat pontot ér el. A sportág elsőre bonyolultnak tűnhet, de pár mérkőzés után már tisztában is vagyunk a főbb szabályokkal. Fogadási piac kapcsán azonban érdemes elmerülni az adatbázisokban, meccseket figyelni, mert az adatok mindennél fontosabbak ebben a labdajátékban. Jó példa erre a Pénzcsináló című film, amelyben a statisztikai mutatók baseballra gyakorolt hatását mutatják be, megtörtént események alapján. Nem a leggyakoribb fogadási piac, de vannak lehetőségek. Ha sportfogadás, akkor a baseball ajánlat nem tartozik a legelterjedtebb piacok közé. Viszonylag kevés országban játszák profi szinten, és a meglévő közül sajnos kevésre lehet fogadni. Egyértelműen kiemelkedik a Major League Baseball, azaz MLB, mely közel 120 éves múltra tekint vissza. A baseball fogadások kapcsán egyből mindenki erre a ligára asszociál, hiszen ők képviselik a játék krémjét. Érdemes megemlíteni ugyanakkor a japán, NPB, dél-koreai, KBO és a mexikói, azaz LMB ligát is. Lehet még továbbá fogadni ausztrál, dominikai vagy kubai meccsekre is, de ezek jóval kisebb piacok minimális fogadási lehetőséggel. Az MLB menetrendje. Az MLB kapcsán az alapszakaszt és a rájátszást figyelembe véve közel 7 hónapon át fogadhatunk, március vége és október vége között. De az előszezonnal együtt ez lehet akár 8-9 hónap is. Ellentétben a többi labdajátékkal, itt már az alapszakasz során letudják az oda- és visszavágókat egymás utáni mérkőzéseken. Ez azt jelenti, hogy 3-4 találkozót játszik egymással két csapat 4-5 napon keresztül. Ennek megvan az előnye és a hátránya is. Elvileg sokkal könnyebbé válhat a fogadás, de nincs minden esetben így. Hiába kezdi jól egy csapata a 3 mérkőzéses szériát, könnyedén lehet, hogy a következő két meccset elveszíti. Mivel az ellenfelek kiismerik egymást a harmadik vagy negyedik összecsapásra, ezért elvétve akadnak hosszas győzelmi sorozatok. Emiatt az alapszakaszban alig akad kiemelkedő csapat, amely a küzdelmeinek minimum 70%-át megnyerni. A negatív rekordok nem túl gyakoriak, franchise-ok többsége 30% feletti mérleggel rendelkezik az alapszakasz végén. Jól látható tehát, hogy az MLB mezőnye kiegyenlített, nagyobb lehet a fogadások terén a variancia, de a statisztikák sorvezetőek lehetnek. A fogadási piacon a dobók teljesítménye segített a tippelők számára, ez lehet az egyik támpont. Manapság már a dobókat is megjelölik a győztesebb való fogadás kimenetelénél, megkönnyítve ezzel a dolgunkat. Természetesen a dobójátékosokon kívül rengeteg faktor befolyásolhatja a mérkőzés végkimenetelét, ilyen például az ütőjátékos teljesítménye, a szélerősség, kezdőcsapatok és a sérülések. Utóbbiból sajnos akad bőven, hiszen túlhajszoltak a sportolók. Nézzük a fogadási kínálatot, mert összességében rendkívül bőséges a rengeteg mérkőzésnek köszönhetően, amit napi szinten rendeznek. Elsősorban az amerikai liga kapcsán, de ide sorolható még Japán és Dél-Korea is. Könnyebbséget jelentett a fogadó számára, hogy a Moneyline révén kizárhatjuk a döntetlent, nagyjából meghatározható egy mérkőzés összpontszáma is, nincs akkora variancia, mint egy kosárlabda mérkőzésnél például. Moneyline, avagy ki a győztes.
Ebben az esetben a mérkőzés győztesére fogadunk, mindössze két opcióból választhatunk, de érdemes figyelembe venni, hogy a csapatok egymás után több alkalommal játszanak egymással, mindez pár nap leforgása alatt. A szorzók kecsegtetőek, általában a favoritokra 1.30-1.80 közötti szorzón fogadhatunk, nincsenek ilyen 1.05-ös tuti odzok. Összesített pontok. Ezen a piacon maximalizálva van a mérkőzésen elérhető összpontszám. Természetesen a csapatok nem érnek el minden támadásból pontot, ezért a 6-10 közötti pontszám reális egy-egy találkozón. Akadnak extrém esetek is, ilyenkor érdemes egy mintát keresni, ugyanis vannak olyan edzők, akik beáldozzák a védekezést a támadás oltárán, mindent a jó ütőjátékosaikra tesznek fel, náluk gyakoribbak az overes mérkőzések. Handicap fogadások. A handicapek piacán az ázsiai dominál, ott is elsősorban az 1-2 pontos, hiszen a fogadók elvétve számítanak nagyobb különbségre. Kis szerencsével és jó megérzésekkel lehet ebben a szegmensben nagyot szakítani, hiszen a 3-4 pontos a differencia esetén megfelelő csapatot választva már foghatunk 3 feletti szorzót is. További fogadási lehetőségek a baseballban. Fogadhatunk még az inningek győztesére, illetve arra is, hogy bizonyos inning után melyik csapat áll nyerésre. Pontos végeredményre is tippelhetünk, itt viszont már hatalmas szorzókkal találjuk magunkat szembe, viszonylag kis esélyünk van eltalálni őket. Ha megtetszett a sportág, érdemes belevágni, hiszen rendkívül izgalmas és látványos mérkőzéseket követhetünk nyomon, és a teljes európai nyári szezonra fogadási lehetőségeket biztosít a baseball. Reméljük, hogy hasznosnak találtad ezt az útmutatót, amennyiben kérdéseid akadnának, nyugodtan tedd fel őket a komment szekcióban, vagy egyenesen a sportfogadás.org fórumon, ahol a közösség mindig segítőkész. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ahol hetente jelentkezünk sportfogadással kapcsolatos tippekkel, fontos sporteseményekre készített tippajánlókkal, érdekességekkel és tanító videókkal.